Köszöntöm kedves nézőinket Sipszó után című sportmagazinunkkal. Bár a hétvégi meccsen Kohány Balázs egy egygólos győzelemmel is elégedett lett volna, csapatának sikerült messze felülmúlnia az elvárásokat. A Kalocsai Futballklub játékosai ugyanis 1-4-re legyőzték idegenben a Harta együttesét. Úgy tűnik, az egygólos mérkőzések időszaka véget ért a Kalocsai Futballklubnál. A gólszegénység a bajnokság 11. fordulójában a Lajos Mizse elleni hazai meccsel szakadt meg, akkor ugyanis 3-0-ra győztek Kohány Balázs játékosai. A folytatásban a 12. fordulóban azonban pihenő következett a KFC számára, melynek következtében együttesünk az 5. helyről várta a Harta elleni összecsapást. A Harta egyébként az idei őszi szezonra nagyon felerősödött, amit igazol, hogy 12 meccséből 8-at megnyerve a tabella második helyéről várta a Kalocsa elleni mérkőzést. A KFC tehát egy nehéz ellenfél ellen idegenbe készült a 13. fordulóban. A november 2-ai szombati mérkőzésen az első gólra nem kellett sokat várnia a szurkolóknak, ugyanis már a 10. percben Follárt jóvoltából megszületett a kalocsai vezetés. Az első félidő pedig 1-2-es KFC vezetéssel zárult, Tóth Levente 25. percben szerzett találatával. A végeredményt Mátyás Dániel állította be, aki a 2. félidőben kétszer is betalált a hartaiak kapujába. Így nagy örömünkre 1-4-es kalocsai győzelemmel zárult az összecsapás. Pont arról beszéltünk, hogy mindenképpen próbálunk csapategységet kialakítani, vagy legalábbis úgy játszani, hogy egy igazi csapat. De szemennyi sziklát nem láttam ennek a mai mérkőzésen. Rengeteg hibával, és nem igazán az akarat dominált nálunk. Én úgy gondolom, hogy a Kalocsa teljesen megérdemelten nyert, és ezentúl is gratulálni szeretnék nekik, mert ők sokkal agilisabban, sokkal elszántabban és egymásért küzdővel megvertek minket. Én úgy gondolom, még ebbe az arányba is megérdemelten nyertek. Most azonban valószínű lejjebb csúszik a Harta 2. helyről. Igazából nekünk nem a első meg a 2. hely volt a mérvadó, sőt, mikor elindult a szezon, akkor igazából az volt kitűzve nekünk, magunknak kitűztük, hogy 20 és 25 pont között szeretnénk teljesíteni. Elvileg a maximumot hoztuk ebből a 25 pontból. Az más kérdés, hogy evés közben jön meg az étvágy, és szeretnünk volna, ha már ott vagyunk, akkor még jobb eredményt elérni. De sajnos mai mérkőzésen, mondom még egyszer, sokkal jobban akarta a Kalocsa, és jobban is játszva megnyerte ezt a mérkőzést. Ettől függetlenül ez a csapat, ami most játszott a pályán is, jobb játékerőt képvisel, mint a tavalyi bajnokságban indult együttes. Természetesen, ugye a Harta azért szerepelt, én úgy gondolom azért szerepelt ilyen jól az ősszel, mivel a tavalyi mag együtt maradt, ugye tavaly 7-ek lettünk, az a mag együtt maradt, ahhoz tudtunk igazolni pár játékost, akik úgymond beleillettek a képbe. Addig nem is volt nagy gond, még megvoltunk, tehát nem voltak sérültjeink, vagy nem jöttek eltiltások. Addig rendben volt a csapat. Ugye itt a kerekegyházi mérkőzés óta jön ez a úgymond lejtmenet, de hát majd rendezzük a sorokat, ha más nem a télen, és akkor megpróbáljuk még jobb eredményt elérni a tavasszal. Harta ezzel a Kalocsától elszenvedett vereséggel tehát visszacsúszott a dobogó 3. fokára, csapatunk pedig az újabb 3 ponttal utolérte őket, hiszen jelenleg a tabella 4. helyén állnak a fiúk. Úgy gondolom, hogy itt Hartán győzni egy komoly diadal, hiszen nagyszerűen szerepel az ősszel a Harta, ugye előttük is vannak a táblázaton. Az, hogy ilyen arányba győztünk, ez tényleg erre nem sokan gondoltak szerintem, le a kalappal, a srácok előtt nagyszerűen játszottunk, nagyszerűen küzdöttünk, és úgy gondolom, hogy megérdemelt győzelmet arattunk. Ráadásul a srácok betartották a taktikai utasításokat. Megmondom őszintén, hogy felkészültünk nagyon a Hartából, formációt is váltottunk, egy olyan játékrendszerben játszottunk, 3-5-2, amiben nem nagyon játszottunk még ebben a szezonban, de úgy gondoltam, hogy ezzel tudunk a legjobban szerepelni a Harta ellen, és hát úgy néz ki, bevált, úgyhogy ez részről is örülök, és tényleg azt mondom, hogy aki itt volt Kalocsai, ma mindenki boldog lehet. Hát kellett ez egy jó csere is ismét, hiszen Mátyás Dani 2-t rúgott. Így van, örülök neki, hogy a Danika így szállt be, de úgy gondolom, hogy előtte Matos Martin is nagyszerűen játszott, sajnálom, hogy megsérült, de a Dani bejött, rúgott 2-t, le a kalap előtte is.
Aztán most majd következik megint egy nehéz mérkőzés, hiszen otthon fogadjuk a nem akármilyen Jánoshalmát. Így van, az első Jánoshalmát fogadjuk. Igazából, ha körülményeket, feltételeket nézzük, a két csapatot összesen lehet hasonlítani a Jánoshalma javára, de én úgy gondolom, hogy a legkisebb különbség a pályán lesz a két csapat között. Ellenünk is úgy készülünk, hogy győzni szeretnénk. Így legyen. További szép eredmények kívánunk a csapatnak is, és neked is. Köszönjük szépen, és örülünk, hogy eljöttetek ide is. És hajrá, Kalocsa! Az őszi szezonban a KFC-re még két forduló vár. November 10-én hazai pályán a Jánoshalma csapatát fogadják, majd az utolsó körben Akasztóra utaznak. Az utánpótlás bajnokságokban rendre az idősebb csapatok kezdik meg a fordulókat a kézilabdásoknál. Ez az idei őszi szezonban is így volt. A kötelező szereplések mellett azonban a Buzogány Szabolcs edzettes serdülők egy egészen új terepen is bemutatkoztak. A nyári szünidőben elsőként a Gézengúz UKC idősebb játékosai kezdték meg a felkészülést edzésekkel és edzőtáborokkal. A szezon ezekben a korosztályokban jól indult, azonban a serdülő csapat számára tartogatott némi kihívást is az idei ősz, hiszen beneveztek a Bács-Kiskun megyei felnőtt bajnokságba. A szezon kezdett, a felkészülés ugye az edzőtáborral kezdődött, edzőtábor előtt egy hetet edzettünk, aztán a Nekánál voltunk edzőtáborban. Ott elég foghias volt a létszám, ugye nyári nyaralások voltak, betegségek, ezért kisebb létszámot utaztunk el. De szeptember mindenki belerázódott, és úgy mondhatjuk, hogy jól kezdődött a szezon. A változásokról annyit, hogy ugye egy serdülő bajnokságban indulunk a serdülő csapattal, ez nem változás még. A változás annyi, hogy ezzel a csapattal elindultunk a Bács-Kiskun megyei felnőtt bajnokságban is. Tehát a serdülői, mert két fronton küzdünk meg. És annyi van a változás, hogy van egy U11-es csapatom is, akikkel szintén a gyermekbajnokság U11-es korosztályában szerepelünk. Miért volt szükség arra, hogy egy másik bajnokságban is megmérettessék magukat a fiatalok? Hát elsősorban azért, hogy ugye serdülőkorban vannak ezek a fiatalok, most van a legnagyobb szükség a terhelésre, és azért tudjuk, hogy akkor fejlődik a játékos, hogyha 50, ebben a korosztályban, ebben a korcsoportban 50-60 mérkőzést egy évben lejátszunk. Na most egy serdülő bajnokságban van 20 mérkőzésünk, egy Bács-Kiskun megyeiben szintén 20, az már 40, a kupákkal együtt összeszedünk 50-60 mérkőzést, ez már elegendő, ugyanakkor elég szép a létszámunk, tehát 20-21 gyerekünk van, így mindenki tudunk játszatni. Tehát ezek voltak a főbb indokok, amiért elindultunk. Ugyanakkor természetesen fontos az, hogy egy magasabb, tehát egy felnőtt korosztályban másfajta terhelést kapnak, másfajta mérkőzés rutinnal rendelkező idősebb játékosokkal játszanak, keményebb ütközésekben vesznek részt, ez mind a felkészülésüket, a fejlődésüket szolgálja. És egyébként itt a létszámokban volt változás, hiszen ugye itt egyrészt mindig vannak lemorzsolódók, illetve ugye koruknál fogva is változtatják a különböző korosztályokat. A fiatalok, volt ebből esetleg probléma, vagy valahol olyan, ahol esetleg kevesebben voltak hadrafoghatóak? Nem, hál' Istennek a serdülő korosztályban annyival változás, hogy ketten, illetve hárman kinőtték a serdülő korosztályt, és őket a KKC színeibe átadtuk a KKC-nak, de sikerül visszajátszatni őket, és kettő közülük játszik nálunk a Bács-Kiskun megyei felnőtt bajnokságban is, párhuzamosan a KKC ifi csapatában. És a serdülő korosztályból igen, hát volt lemorzsolás, és kettő játékosunk úgy gondolt, hogy szeptemberben abba hagyja, de hát ezek megtörténnek, ezeket elkerülhetetlen dolgok. Mióta edzette ezeket a korosztályokat, mióta foglalkozol velük? Hát ezzel a csapattal tulajdonképpen mondhatom úgy, hogy van olyan játékos, aki már 8 éve velem egymás mellett küzdünk, és egymásért, de átlagban 6-7 éve minden gyerek a csapatnak a tagja. Vannak esetleg olyanok, akiket már a Gézengúz korábbi korosztályaiban neveltek ki számodra, és vannak esetleg olyanok, akik később csatlakoztak. Érezhető-e ez a folyamatos munka ezekben az idősebb korosztályokban, amit a Gézengúznál csináltok? Hát érezhető, mert tulajdonképpen ezek a gyerekek mind gézengúzosok. Itt egytől egyig a serdülő csapatomban van, plusz az a két-három, aki a KKC-ban is már játszik, ők velem kezdték a kézilabdát ezelőtt 8 éve. Tehát tulajdonképpen minden lépésüket tudom, ismerem, mindenüket.
És eddig hogyan sikerültek a szereplések itt a különböző csapatoknak? Gondolok itt a serdülő bajnokságra, illetve a megyei bajnokságban is milyen eredményeket sikerült eddig elérni? Hát a serdülő bajnokságban vezetjük most a tabellát, de hát ez nem mérvadó még egyelőre. Igazából úgy látom, hogy három csapat között dől majd el a bajnoki cím, egy Tiszavolán, Szeged az erős, a Törökszentmiklós és mi közöttünk fog eldőlni a bajnoki cím. Az érdekesebb a felnőtt megyei bajnokságban a szereplésünk, ugyanis ott egy teljesen ismeretlen osztályba indultunk, nem ismertem a mezőnyt. Azt tudtam, hogy mi talán gyorsabbak lehetünk, de hát rutinban meg ugye a kor az ellenünk beszélt. Sikerült a 7 mérkőzésből 4 győzelmet meg egy döntetlenet összeszedni, tehát a váratlanul jól szerepeltünk. Ezt meg is jegyzik, bárhova utazunk, a játékvezetők, a megyei edzők, jól is esik, hogy mindenki dicsérő szóval illeti a fiúkat. Közeleg az év vége, a téli pihenő időszaka, azonban Buzogány Szabolcs csapataira addig még sok feladat vár a következő hetekben. Még sok minden hátra van, ugye az U11-el most hétvégén utazunk Simontornyára, ők egy ilyen kuparendszerben bonyolítjuk velük a bajnokságot. Mind a csoportban lévő 6 csapat elutazik mindig egy helyre és 2 mérkőzést játszik. Ez 2 hetente 2 mérkőzés, tehát tulajdonképpen annyival könnyebb a dolog, hogy nem kell egy mérkőzés miatt nagyon sokat utazni. Ővelük van még 3 fordulónk az idén. A serdülő bajnokságban még van 5 meccsünk talán, és a felnőttben is 4 vagy 3 meccsünk. Most éppen hétvégén itthon játszunk a Csávója vasárnap 4 órakor. Úgyhogy van még bőven mérkőzés. Lesz esetleg téli pihenő is, vagy folyamatos lesz a munka? Hát a téli pihenő az úgy szokott lenni, hogy a december első hetében lejátszuk az utolsó mérkőzést, és akkor úgy 15-éig edzünk, eledzegetünk, levezetünk, és januárban, ahogy kezdődik az iskola, azonnal kezdünk, mert nincs megállás. Néhány napja az őszi szünetben egy kellemes feladat is jutott a gézengúzos fiataloknak, ugyanis egy testvérvárosi kirchheimi meghívásnak tettek eleget. Tulajdonképpen nem is Kirchheimben voltunk, hanem Ausztriában, Riesler nevezett kis településen, ez a német-osztrák határon van, egy síközpont mellett, tehát 1500 méter magasan van a német egyesületnek egy ilyen kis faháza, és oda hívtak el minket, és meghívtak ezentúl minden októberben a serdülő korosztályt, úgy lányokat, mint fiúkat, hogy töltsünk el ott pár napot velük. El is utaztunk, 7 fiúval, 5 lányjal, 3 kísérővel, egy gyönyörű szép helyen, hegyvidéken, nagyon jó természeti környezetben voltunk, és hát a programok azok egyáltalán nem a kézilabdáról szóltak, barátkozás, ismerkedés, együtt fürdőztünk, együtt gyalogtúráztunk és ismerkedtünk a németekkel, este közösen főztünk, közösen kártyáztunk, beszélgettünk, tehát nagyon jó csapatépítő volt, közös csapatépítés azon, és külön gézengúzon belüli csapatépítés is, tehát nagyszerűen szolgálta ezt a célt. Az U11-es és a serdülő gézengúzok után esen néhány szó az idősebb és ifjabb kézilabdásokról is. A klub elnökével az elmúlt hónapok eseményeiről, tapasztalatairól és híreiről beszélgettünk. Az elmúlt bő egy év során már a 3. alkalommal kaptak lehetőséget a kirchheimi és a kalocsai kézilabdások a személyes találkozásra, ezúttal az őszi szünetben. Az első ilyen hivatalos lépés, ami úgy operatívan is megtörtént, az tavaly májusban volt, amikor kimentünk többen egy városi delegáció ugye Kirchheimbe, és ott le tudtunk ülni hivatalosan is az ottani kézilabda szakosztály vezetői, ugye jó magam és az ottani polgármester úr, ott lefektettük a nagyjából a lehetőségeket, ennek ugye az lett az eredménye, hogy tavaly a papírkalapokon 4 napig vendégül láthattuk a kirchheimi gyerekeket. Ott akkor ugye egy szakmaibb program is tarkította az akkori hosszú hétvégét, de nagyon jól érezték magukat. Az ugye egy elég bő közösségnek szólt, hiszen tőlünk is szinte minden korosztály képviseltette magát. Mondhatni, hogy több százan ott voltunk, akár a paprika napokon, ugye, akár a szakmai edzéseken, és ugye ezt követte a úgynevezett visszavágó, ugye, ami most idén júniusban volt. Ugye mi oda 2 nagy busszal, 80 fővel mentünk, ott is azért szinte minden már bőrkézis korosztályunkat ki tudtunk vinni, U12-es korosztály fölött,
mondom még egyszer, 70 gyerekkel és 10 felnőttel mentünk ki. Ott viszont abban maradtunk, hogy ezt a partneri kapcsolatot nagyon nehéz volna így tartani, hogy fél évente ekkora hordalejű szervező munkát, akár itt, akár Németországban, ugye ez mind anyagilag, mind pedig ugye munka szempontjából is azért elég nagy terheket róna mindkét egyesületre, és abban maradtunk, hogy 5 évente fogjuk megtartani ezeket a nagy hordaelejű találkozókat, és addig pedig minden évben fogunk találkozni, de csak egyetlen egy korosztály, ez pedig mindig a serdülő korosztályunk lesz. Ugye minden évben a serdülő korosztály az adott, de minden évben ugye más gyerekek alkotják, hiszen ahogy tolódik egyre-egyre a korcsoportok, így szerencsére minden évben más gyerekeket tudunk kivinni, viszont ez nem annyira megerőltető se szervezési szempontból, se ugye anyagi szempontunkból. Hát ugye ennek volt így az első köre. Én azt gondolom, hogy elég jól sikerült. Ami kicsit, hát úgy gondolom, hogy a terveknek nem megfelelően zajlott. Ugye először, mikor tárgyaltunk, hogy nekik Ausztriában van egy, azt mondták, hogy úgy nevezték, hogy egy hüttéjük, ugye fönt a hegyekben egy ilyen kis vendégház, az ottani sportegyesületé, akkor én azért reménykedtem, hogy a kírhelyi távolságtól kicsit közelebb fogunk tudni találkozni. Sajnos ez nem így zajlott. Hát igaz, hogy Ausztriában találkoztunk, de körülbelül egy ilyen 5 kilométerre a német határtól, úgyhogy oda is majdnem 1000 kilométert kellett utaznunk. De nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó csapatépítő programok voltak. Azt kell mondanom, hogy nem csak a két egyesület gyerekei, nem csak a német és a magyar gyerekek összekovácsolódására volt jó ez az esemény, hanem tényleg a mi gyerekeinknek is egy nagyon hasznos volt. Gondolok itt arra, hogy nagyon egyszerű dolog, mi erre még nem gondoltunk soha. Ugye ez úgy zajlott, hogy fönt a hegyekbe, kocsikkal meg se lehetett közelíteni, fölvonóval vittük föl a felszereléseket, a cuccokat, és ugye saját magunkatnak főztünk, saját magunk készítettük az ételt, pakoltuk el, magunk urai voltunk, ebbe ugye a gyerekek aktív részvevők kellett, hogy legyenek. Minden nap német és magyar gyerekek közösen terítettek, közösen bontottak asztalt, közösen mosogattak, stb. És minden nap más feladata volt a vacsora. Meg kell mondjam, mikor ránk került a sor, ugye szerdai nap, én sem gondoltam volna, hogy ennyire jó csapatépítő programnak is betudhatjuk ezt, hiszen tényleg azt kell mondani, akik kint voltak, mindenki segített, és nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon jó volt tényleg, mi még ilyet nem csináltunk, megmondom őszintén, hogy a mi saját gyerekeink ennyire összedolgozva, hogy tényleg, ha csak egy főzésről is volt szó, de nagyon jó kis hangulatba telt ez a pár nap. Nemrégiben Buzogány Szabolcsal már beszélgettünk a serdülő csapatról, hiszen ugye ők voltak azok, akik kiutazhattak, illetve több változáson is átestek itt az őszi szezonban. Mi a helyzet a Gézengúz többi csapatával, hogyan sikerült a szezon kezdet, illetve mi az, ami még feladatként rátok vár itt az év végéig? A Gézengúzoknál, a csapatoknál az a helyzet, hogy ugye már minden bőrlabdás korosztályunk elkezdte a bajnokságot, mindenkinek volt minimum egy, de akár több fordulója, sőt ugye most már a legnagyobb szivacskézisek, az U10-esek is túl vannak már az első fordulón. Én úgy gondolom, hogy talán az egyik legzökkenőmentesebb szezonkezdeten vagyunk túl, ugye egyrészt azért, mert a szervezettségi szintünk most már odáig fejlődött, hogy tényleg az U10-es korosztályig bezárólag nem újat kellett építenünk, hanem folytatni az előző évek munkáját. Ez talán az egyik nagyon nagy könnyítés volt ebbe a szezonban, a másik pedig a szövetség az idén talán a szövetségnek nem voltak akkora adminisztrációs változásai, mint az előző években, amiket mindig követnünk kellett, amikhez mindig igazodnunk kellett, amiket mindig kellett volna újra tanulni. Ezért én azt gondolom, hogy egy nagyon jó szezon kezdeten vagyunk túl. Ugye már beszéltünk róla, hogy ez a nyári táborokkal indult, ezek folytatódtak. Én úgy gondolom, hogy szakmailag is látszik a fejlődés, bár többször elmondtuk, hogy nem az az elsődleges célunk, hogy itt
itt profi sportolókat képezzünk, természetesen az esélye mindenkinek megvan, hanem tényleg egy nagyon jó közösség legyen szinte minden csapatunk. Ami feladat hátra van, ugye a legkisebb korosztályokban, főleg a lány szakosztályokban, ott azért a tömegbázis képzésünk még nem olyan fejlett. Azt kell mondjam, hogy ott azért U11, U10-es korosztálytól lefelé ott azért ránk férne egy kis tömegbázis képzés. Ott azért kevesebben vagyunk, mind a fiúvonalon, vagy pedig a nagyobb korosztályokban, de nem vagyunk elkésve, hiszen, mint említettem, az U10-es korosztálynak még csak most indultak be, a legkisebbeknek pedig csak ugye februárban fognak beindulni a küzdelmeik. Épp akartam kérdezni, hogy ugye minden tulajdonképpen nevelési év elején van egy toborzó. Voltak-e esetleg új érdeklődők, illetve sikerült-e a Bemapucai óvodában, illetve az iskolákban elindítani azokat a programokat, amiket eddig is megszokhattunk az Egyesülettől? A Bemapó utcai óvodában az idén is folyik ugye a heti egy alkalmas képzés. Ott ugye a tavaly kezdtük, és igen, ott látszik, hogy azok a gyerekek, akik ott akkor jártak ugye Lakatos tanárúhoz szivacskézilabdázni, azok ugye most elsősök lettek, és ugye elsőben, amikor mondjuk pont az Eperföldi sportiskolába sportágat, illetve még nem sportágat, hanem szakkört kellett választaniuk, jóval többen választották most a kézilabdát így első körbe szakkörként, mint az előző években. A felsőbb korosztályokban olyan nagy tömegbázis növelkedés nem történt, de ennek ugye az is az oka, hogy szinte hála Istennek mindenhol megvan a kész csapatunk. Talán egy kicsit a női szakosztály az, ahol az U10-es, U11-es korosztály alatt azért várnánk az új jelentkezőket. Persze mindenhol várjuk, mindenhol szívesen látjuk a gyerekeket, és volt is több csapatunk följebb is, ahol egy-egy gyerek érdeklődött, akár a nyári tábor tetszett meg neki, akár ugye a minden iskolába beindított szakköri kézilabdából jöttek ki. Tehát panaszkodni nincs okunk, de természetesen továbbra is várunk minden kézilabdát szerető és kézilabdát kipróbálni szerető gyereket. És akkor beszéljünk egy kicsit a felnőttekről, hiszen ugye elindult a Gézengúz felnőtt csapatának is a bajnokság. Hogyan sikerült az első forduló? Így van, az idén is elindítottuk az úgynevezett kis buli csapatunkat. Ugye ez tavaly is volt róla szó, hogy ugye mi továbbra is az utánpótlás képzésre koncentrálunk, és az utánpótlás képzés a mi fő profilunk. De tavaly ez a baráti társaság, ugye az öreg fiúkból, szülőkből, edzőkből álló kis gárdánk ugye benevezett itt a Tolna megyei bajnokságra. Most is oda neveztünk, ugye ennek az idén is az oka, mint tavaly, hogy a Bács-Kiskun megyei egyes bajnokság az ugye rendes fordulórendszerű, minden héten mérkőzés, vagy itthon, vagy idegenbe, ellenbe Tolna megyével, ahol ilyen másfél havonta kell tornarendszerbe két-két meccset játszania mindenkinek. Itt megtörtént az első forduló, mindkét mérkőzésen győztesen hagytuk el a pályát, de természetesen az idén is nem ez a fő célunk, hanem az, hogy aki szeretne, az újra pályára léphessen, újra magára ölthesse a kézilabdás mezt, és jól érezzük magunkat. Ennek apropójából ugye még egy dolog, ami plusz a tavalyihoz képest. Ugye most az idén már nem csak Tolna megyébe nevezett ez a megye egyes csapatunk, tehát az öreg fiúk csapatunk, hanem a Bács-Kiskun megye elindította az úgynevezett megye kettes bajnokságot. Erről azt kell tudni, hogy olyan amatőr szintű bajnokság, ami hasonlóan Tolna megyéhez nem fordulórendszerű, hanem ugyanilyen öreg fiúknak szól, úgymond, és ugyanilyen tornarendszerű. Oda pedig most a hétvégén készülünk, most a hétvégén kezdődik az a megmérettetés is. Azokról az ellenfelekről tudtok valamit, vagy szoktatok készülni belőlük ezekre a tornákra? Megmondom őszintén, nem tudunk, mert ilyen még nem volt Bács-Kiskun megyébe, és a félfüllel úgy hallottuk, hogy talán egy kicsit mi voltunk ennek a beindítói. Ugye nagyon sok helyen, ahol akár elmentünk egy-egy edzőmeccsre, ugye mi öreg fiúk csapat, ott azért jó szemmel nézték, hogy mi tényleg ilyen régiek összeálltunk, és ez indította el akár Kecelt, akár Halast, akár Kecskemétet,
hogy akár ha jól tudom, még félegyházát is, hogy ugyanígy ilyen kis öreg fiú társaságokat összehozzanak, és ehhez partner volt a Bács-Kiskun megyei szövetség és az elnök úr, és ő megszervezte ezt nekünk, hogy ne csak Tolna megyében legyen erre lehetőség, hanem Bács-Kiskun megyeiben is, hogy ilyen öreg fiú buli csapatok összeálljanak és egymás ellen kicsit harcoljanak. Sok régi játékostársal találkoztok ilyenkor a korábbi kézilabdás múltban? Ez majd kiderül vasárnap. Mint említettem, még nem volt ilyen forduló. Fogalmunk sincs, hogy melyik csapat baki és hogy állt össze. Meglátjuk, kíváncsian várjuk mi is, hogy kik lesznek az ellenfele. És a másikban, a Tolna megyeibe ott is vannak esetleg olyanok, akik magasabb szinten kézilabdáztak, és most itt... Tolna megye most egy kicsit megfordult, megmondom őszintén. Tolna megyébe igen, tavaly azért több volt úgy a megye egyes csapat, hogy úgymond öreg fiúkból állt, és igen, ott egy-két olyan játékossal én is találkoztam, akikkel akár Komlón, akár máshol azért régen megfordultunk. De most ott az első fordulóban mi azt láttuk, hogy szinte teljesen megfiatalodott ez a Tolna megye. Talán mi és a Madocsa vagyunk, akik ilyen teljesen öreg fiúkból állnak. Most a Hőgyész csapata is, ugye a Hőgyész 2 teljesen a fiataljait versenyezteti, a Dunaföldvár is teljesen a fiatalokat versenyezteti. Simontornyában is ugye egy nagyon jó utánpótlás képzés kezd elindulni. Ott is ilyen fele-fele arányban vannak ugye fiatalok, öregek. Úgyhogy nem árt nekünk ez a Bács-Kiskun megye 2, ahol tényleg olyanok ellen léphetünk pályára, amiért mi is elindultunk. És épp mondtad, hogy ugye nagyon sok helyen kezd ugye átalakulni, újra szerveződni az utánpótlás, és pont ez egyik ilyen tornán, talán a simontornyai edző mondta, hogy igen, tehát náluk is az a cél, hogy egy kicsit így felfrissítsék az egészet. Szoktatok a háttérben arról is beszélni, hogy kinél hogy működik a munka, a fiatalabb korosztályoknál is van ilyenkor egy kis tapasztalatcserére is lehetőség? A megye egyes bajnokság? Tolnaira gondolok. Megmondom őszintén, hogy a Simontornyán kívül nincs nagyon olyan csapat, akiben azt látjuk, hogy elkezd alulról építkezni, és szépen korosztályról korosztályra próbálja fölépíteni a maga kis tömegbázisát és egyesületét. Most ezt látjuk, hogy a Hőgyész csapata, ugye aki MB2-es Hőgyész csapata, az ő ifi csapatát ugye a többi játék lehetőség miatt ide is benevezte. Ugye ugyanaz a helyzet most Dunaföldvárra, ahogy említettem, de Simontornyán kívül nem nagyon látjuk, hogy bárhol lenne olyan, mint nálunk, hogy szépen a fokozatosság elvére építve, felmenő rendszerbe, alulról építkezve minden korosztályba szeretnék felépíteni ezt a kézilabda tömegbázist. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!